Nos, szép jó napot kívánok! Egy újabb nap, egy újabb pálya. Természetesen újból Ezsel. Ezúttal a homokozóba érkeztünk meg, ami nem más, mint Laguna Seca. Hát igen, elég nehéz pálya bizonyos szempontokból. Viszont egy nagyon-nagyon élvezhető. Én legalábbis annak idén nagyon élveztem ezt a pályát. Akkor lássuk is, hogy ki hol van. Kicsit gyorsítunk rajta. A srácok kiálltak a rajtrácsra. És indul szépen a felvezetőkör. Nos, hát az időmérőn töretlenül Schumacheri magaslatokban emelve a Fiat Abarth 500-ast, kis Barnabás, ugye szintén egy piros autóval az első helyen. Majd őt követi Jaksi Gyula, a Eme ligának a fő szponzora. Illetve a harmadik helyre Pécsvárd László tudott bekeveredni, majd a negyedik helyen Cséplő Máté, új szintén egy piros autóval, tehát ugye egy piros, aranyszínű és egy fehér autó. Minden Cséplő Mátét mondtam, ő a negyedik helyen, ötödik helyen Szombati Péter, Sulák Sándor a hatodik helyen, Csík Attila a 7. helyen, Elekes Csaba a 8. helyen. Igen, ezúttal csak 8-an indultak el, ki hiányzik, nézzük gyorsan át. Pécsvár itt van. Azt kell tudni, hogy ez a liga kimondottan demokratikusan működik, szó szerint demokratikusan, mivel nincs egy kimondottan ligavezető, tehát van egy fő ligavezető, ugye a ligának a tulajdonosa Kis Levente, viszont Levin nem ér rá mostanában ugye vezetni a ligát, ezért ugye átadta a srácoknak, és az előbbi szezont ugye Elekes Csaba pártfogásával vitték végig, és itt is van, igen, Elekes Csabának pártfogásával, viszont ezt a futamot, illetve ezzel a móddal most per pillanat Pécsvárdi László foglalkozik, tehát ő igazgatja, természetesen segítségekkel. Nos, hát a rajt az elindult, ugye túl nagy dolog nem történt, Kis Barnabás megtartott az első helyet, Jaksi Gyula megpróbálja megelőzni, de ez nem az a rész, ahol meg fogja tudni. Egy pici koc volt, viszont itten Pécsvári László Csíprő Mátéval harcolgat, és itt két zöld autó, meg igen, Sulák Sándor és Csík Attila megpróbálták eldönteni, ki legyen előrébb. Szombati Péter, a 7. helyre nagyon visszaesett, illetve igen, Csaba az maradt a 8. helyen. Nos, hát igen, Peti talán most fogja Csík Attilát megelőzni. Ezt nem várjuk meg, mert itt elől Jaksi Gyula megelőzte Kis Barnabás. És jövünk a gyombon lefele. Igen, hát azon a részen szerintem már elmentek a srácok. Igen, mindenki elment, majd a következő körben majd nézhetjük. Tehát az a kanyar kombináció úgymond a leg veszélyesebb, mivel ottan úgymond, tehát mész fölfele egy dombon,
majd balra egy hirtelen kanyar, ahol az egyik kerek az autónak a levegőben áll, majd hirtelen jobbra átkelted a súlyt, tehát hirtelen jobbra fordulsz, ahol úgy szintén az autó egy kereke újból a levegőben áll, és ugye eközben próbálsz gázt adni, és jössz lefelé a dombon, majd közvetlen, ahogy már megszoktad, hogy na végre valahol megáll az autó, egy nagyon csúszós bal kanyar, és onnan már egyszerű a dolog, már szépen ki tud gyorsítani, rávezető, stb. Viszont látszik, hogy Jaksi Gyula azért nagyon ismeri ezt a pályát, gondolom jó pár száz kör már benne lehet Jaksi Gyulában, ugye ismerjük ezt a pályát, még annak idén Norbiéktől is mentünk rajta. Na és erről beszélek, hogy itt levegőben áll az autó, és itt, és akkor itt van a csúszós rész, ha nagyon kisodrózsz, akkor lemész a pályára, itt úgy szintén kisodrózsz, és itt megint egy hatalmas fék, és megint egy kanyar. Viszont azt kell tudni, hogy ez a pálya, ugye, mint ahogy látjátok, jobbról, balról, itt homok van. És mondjuk az R-faktor annyira nem adja át. Viszont annak idején, amikor iRacing-eztem és iRacing-el mentem, olyan szuperül meg volt csinálva, hogy egyszerűen érezted, hogy csúszik az autó. Tehát csúszod. Konkrétan érezted, hogy ott van a homok, és a homok szemcsék, ugye, mint egy vízfelületen mentél volna is. Igen. Az élmények. Viszont Kis Barnabás elég nagy problémában van, mert őt tett Pécsvári László egre céloztatja új mértékben, hogy egy kis kocel. Cséplő Máté pedig van negyedik helyen. Hát mondjuk úgy, hogy nézi, hogy mi történik előtte. Mondjuk annyira nem nézi, mert konkrétan ott van a fenekébe a két emberkének. Igen. Na, akkor nézzük innen. Nem, hát a srácok vonatoznak, ugye nagyon-nagyon nehéz itten előzni. Nem lehetetlen. Kis Barnabás nagyon picit ottan lesodródott, és ennek köszönhetően Pécsvári még jobban rátapadt. Szóval ez az a pálya, ami megbünteti a pilótát, hogyha ne adj Isten szélesít. Tehát itt kimondottan maga por miatt, például itt is ugye lement enyhén a pályáról, tehát itt, ha nem mész az ideális íven, itt csúszni fog az autót, és itt veszítesz minden egyes kis szélesítéssel. Mint ahogy láthatjuk, ugye kis, nem Cséplő, hanem Pécsvári annyira nem szélesít, és láthatjuk, hogy ott van a fenekében. Na, és most Cséplő megpróbálja betenni az autót, nem sikerült neki. Kis, lássuk. Pécsvári nagyon ott van, és az a helyzet, hogy ezek az autók tök egyformák, tehát itt nincs. Ja, igen, elfelejtettem megnézni, hogy van-e. Hopp, és itt egy kis koc, és most láthatjuk, hogy szinte ugratnak az autók lefele azon a részen. Hopp, és itt ki voltál, elkezd Csaba, picit sodródott ki, Attila is kisodródott, és újból vissza Pécsvárira, aki még most sem tudta megelőzni. Viszont itt hátterejében meg egy előzést láthatunk.
Szombati Péter előzte meg Attilát. Nem, Sulák Sándort. És most beteszi az autót, és szavasz-tavasz el is ment. Így is van, és akkor üljünk be szerintem Pécsvári autójába, és nézzük meg, hogy mégis milyen érzés az, amikor majd átmegyünk azon a panon, hogy nagyjából mit lát. Remélem, hogy rendesen átadja azt az érzést. Még iRacingben is így ilyen nézetből tudtunk menni. És most fog előzni, most előzi meg. És nem fogjuk látni. Akkor nézzük. Áj, nem, és... Na, hova tűntél már? Akkor nézzük meg még egyszer ezt az előzést, mert ez... Tehát, igen, egyedül itt lehet úgy előzni, hogy pofátlan módon, úgymond. Mert itt az ember arra készül, hogy na most akkor itt belassítunk, mert jön a bal kanyar, meg a domb, és valahogy az autót meg kell fékezni. Közben ugye ez egy fölfele mentünk a hegyre. Igen, és kis Barnabás be is tette az autót, ugye bedugta konkrétan, itt el is tudott jönni, viszont itt hibázott. Mert ráment. Tehát effektíve levágta ezt a részt. Hogy nem tudom, hogy átlehetje, de ez itt nem az övé. iRacingben itten kapott volna büntetést ugye a vágásért, illetve egy figyelmeztetés, hogy engedje vissza az emberkét. Itt ez nem tudom, hogy meg fog-e történni. Nem. Legalábbis itt belassít, igen, itt láthatjuk, hogy visszavette a Barnabástól, ugye, Pécsvári. Viszont itt már, mivel elméletileg borosak a gumiai Barnabásnak, nincs jó tapadásod, ki sodródott, itt meg már nem tud annyira kigyorsítani, mert már nincs akkora sungja, tehát akkor maradt ott hátul. És ráadásul Csépő Mátét is megkapta a nyakába, aki ugye nem igazán porolta össze magát, viszont itt Máté okosan kiebb telett az autót, viszont Barnabás zárt az évet, tehát erről ennyit. És itten Cséplő leszélesített, ez egy hatalmas hiba, mert ugye sungot vesztett, illetve porosak lettek a gumik az életben. Gyakorlatban nem tudom, hogy a tapadási viszonyok mennyire jók. Viszont a lényeg, hogy nem maradt le annyira a kis Barnabástól, és ha jól látom, akkor most fog próbálni előzni, így is van. Dombon fel, dombon le, és itt ennyi. Kis Barnabás, most ő szélesít, viszont ezzel nem nyer, hanem veszít újból. Hopp, viszont itt problémája lesz Gyulának. Gyulának problémája lesz, mivel ki vagy? Pécsvári közeledik rá, de menjünk vissza hátré, mert kis Barnabás és Csépő nem hagyják egymást, és Csépő feltétlenül meg akarja előzni. Itt ugyanúgy
leblokkolja a csíplőt, szépen védekezik. És itt csíplő megint kisodródott. Ami ugye nem igazán tesz jót a gumiknak. De mondjuk, hogyha azt veszük alapul, hogy még elméletileg... Hát egy körre, nem várjál, hetedik kör, akkor még 3, max 4 körünk van. Itt megint lesodródott, látszódott, ahogy lejött a tapadós részről, mármint a rázó körről, és ráment a poros részre, ott egyszerűen. És na, itt láthattuk a cséplőnek, ezt meg is... Nem tudom, mennyire látszik Mantinak az autója. Most megállítjuk, és akkor... Cike. Ott, mintha levegőbe állt volna. Igen, itt láthattuk. Itt láthattuk. Itt a levegőbe áll a kereke. És 3 kereken volt az autó. És itt megint most a másik kerék volt a levegőbe. Na, ezért nehéz az a kanyar. Na, akkor... lássuk, ott elől is csetepaté van. Nem tudom, hogy maradjunk itt, vagy menjünk előre. Na, és most... most teszi be Máté, kicsit szélesen, és nem tudta megelőzni. Akkor menjünk gyorsan előré Pécsvár és Gyulának a... csetepatéjára. Itt Gyula szépen megpróbálja a belső üvet... levédeni. Jaj, csak Pécsvári. Még egyenre nem tudta megegyelőzni Gyulát. Gyula megpróbálja a végsőkig feltartani, mert ez már feltartás. Ugye, ha már védekezned kell, akkor... Pécsvári kivetődik a szélárnyékból, és... konkrétan bezár elébe. Viszont Gyula nem hinném, hogy hagyja magát, ott van, szélárnyékba. És most jön a dom. Lássuk, hogy itt Gyula hogy tud átmenni. Igen, azon a dombon van... op, és Gyula kicsit kisodródott. Tehát azon a dombon van egyetlen egy ív, ahol mind a 4 kerék betapad. De azt nagyon-nagyon nehéz eltalálni. Ha ott eltalálod, akkor szépen a következő kanyarban már úgy tudsz kijönni, hogy megelőzöd az előtted lévőt. De menjünk egy picit hátrébb, mert úgy tűnik, hogy Pécsvári most elhúzza Gyulától. Azt mondja, hogy cséplőt most kis Barnabás. Illetve kis Barnabás próbálja visszavenni a helyét, a harmadik helyét. Itt Máté hibázott, nagyon bent tartott, és az rázok ő visszafogta, és így szépen... Barnabásról is tudott menni mellette. Most úgyból belső íven van a rázókövön, és Szombati Péter próbálja lepattanót, de Máté, hát Máté elég nagy problémában van, mert előre is és hátra is kell figyeljen, ami azért valljuk be nem egyszerű. Meg ráadásul nem igazán hinném, hogy szeretné a csapattársát kiütni.
Op, és most szóltam el magam, mert Máté most hibázott, mert megkocolt a hátulról. Vagy már. Tehát hátulról megkocolt a kis Barnabást, viszont ugye miatt belassult, és Szombati Péter meg tudta előzni. És le is maradt, de Peti, hoppá. Peti nagyon-nagyon rá cuppant itten Barnabásra. Hát Barnabás nem hinném, hogy élvezheti ezt a harmadik helyét. Már legalábbis abból kifolyólag, hogy Péter nagyon ott van rajta, és most külső évre kijön. Cséplő nézeget, és beteszi közéjük az autót, és megpróbálja megelőzni mindkettőjüket. Barnabás hibázik, lesodródik a pályáról, és most vissza tud jönni. És maradt minden a régiben. Szombati a negyedik, Cséplő az ötödik, nem tudta megelőzni őket, és kis Barnabás per pillanat feltartja őket. Nézzünk előre, elől semmi nem változott, Pécsvári, Jaksi Gyula. Ők az első kettő, kis Barnabás. Na, lesz előzés. Hát szélárnyékból tudja tartani Péter. Hopp, és... Lássuk, ezen a kigyorsításon múlik. Ha most alá tudna vágni, viszont Cséplő pofátlan bedugta az órát, és ezzel úgymond kitolt a saját csapatásával. És Cséplő Máté neki ment a falnak. Ja, hogy vége lett. Na jó van akkor. Akkor azért volt ez az nagy agresszivitás. Tehát akkor Laguna Seca, vagy Laguna Seca első verseny győztes Pécsvári László, második helyezett Jaksi Gyula, harmadik helyezett Szombati Péter, negyedik helyezett Cséplő Máté, kis Barnabás lett az ötödik, Elekes Csaba hatodik, Sulák Sándor a hetedik, Csík Attila a nyolcadik. És akkor új szintén egy kis PH érték után jövünk a Laguna Seca második részével, ahol elméletben és lehet gyakorlatban is megfordul a rajtsor. Így nehezítvén egy nagyon picit a srácoknak a dolgát. Tehát akkor, mint ahogy ígértem, ugye egy kis pihenérték, természetesen a pálya már be is töltődött, úgyhogy lássuk. Nos, hát akkor meg volt a kis PH értékünk, kiindítsuk el a replayt. Természetesen nem tudom mi, valami nagyon kautogott a nekik itt a pályán. De hát én most nem nyúlok bele itten a dolgokba. Akkor kautunk gyorsabban. Igen, srácok, fölálltak a rajtrácsra, levesszük a borítóképet. Nos, és akkor ugye fordult a világ, nagyot. Közben egy légy rászállt a borítóra.
nem ütöttem le, mert féltem a monitoromat. Na, tehát akkor rajtrács. Megfordítva, Elekes Csaba indul az első helyről, Csík Attila második, Sulák Sándor a harmadik, Szombati Péter a negyedik, Csépő Máté az ötödik, Pécsvári a hatodik, Jaksi Gyula a hetedik, Kis Barnabás a nyolcadik. Továbbra sértem, hogy mi szerint, vagy hogy voltak ezek, mindegy. Majd ezt meg fogom írni a srácoknak, hogy most akkor hogy van a második futamon. Tehát azt azért tudni kell, hogy mivel most volt időm fölvenni, a mai napon vettem föl az iGringet, illetve a Laguna Secát is. Igaz, hogy két különböző napon lesz kitéve, tehát egymást követően. Ma azt mondjam, a szerda van, tehát akkor ma lesz kitéve. Este, valamikor az iLink, illetve csütörtökön, hol a telefon, itt van, csütörtökön estére lesz újból kirakva, tehát csütörtök este lesz kirakva konkrétan a ez a futam, a Laguna Seca. Na, míg én itten elpletyóztam az időt, addig a srácok szépen lassan fölértek a rajtrács végére. A rajtrácsra. Be is állnak. Azonnal zöldülünk. Közben iszok egy korty kávét. És felbőgnek a motorok. És kizöldül a lámpa. Elekes Csaba szépen el tud jönni az első helyen, viszont őt meg is fogja előzni. Csík Attila szépen be is tette Ellibe. Szépen, viszont itt már kavarodás van. Aja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 j
Lekes Csaba, majd itten Szombati Péter, Sulák Sándor, Pécsvári, na, Pécsvári, jó. Cséplő Máté, Jaksi Gyula és Kis Barnovás. Hát ezúttal 80 vannak. És Szombati úgy gondolta, hogy jobban fog tapadni a homok. Úgy néz ki, hogy jobban is tapadt. Na, akkor visszajövünk előre, és kérem szépen, Elekes Csaba visszavett az első helyét. Csík Attila gondolom hibázott. Szombati a második, és itt van Csík Attila, aki megkapta Pécsvárit a nyakába. Opp, itt Pécsvári egy nagyon kicsit furcsán vette a kanyar, de hát ezt meg lehet érteni, mert abban a kanyarban két autó nem fog elférni, az is fix. Opp, és Pécsvári neki ment, kinek ment neki? Csík Attilának. Pécsvári picit türelmetlen. És így nem úgy előre, hanem hátrafele megy, mert Pécsvári itt az előbb megelőzi. Itt vagy Csík Attila is, tehát Sulák is, meg Csík is előtte van. Ugye a két zöld ezúttal feltartja a fehéret és az aranyat, meg a pirosat is. Opp, és kiütötték. Ki volt a Sulák, amikor visszajött a pályára, a Jaksit kiütötte. Veszélyes manőver volt. És Cséplő Máté nem lát rendesen, ezért felgyújtott a villanyt. Nézzük akkor a két zöld autót. Viszont ott elő két fehér autó is vitatkozik egymással, Pécsvár és Szombati. Hopp, itt hátul megint egy piros autó, azt hiszem Cséplő lehetett. Majd a Cséplő hatodik.
És a sulák a zöld autóval. És kis Barnabás most előzött szépen. Így is van. Szép előzés volt. Na, hát nagyjából ennyi. Akkor menjünk vissza ide előre. Elől elekes. Úgy néz ki, hogy most ez nagyon-nagyon fekszik neki. Az a helyzet, ha nem hibázik, akkor szerintem simán be tudja hozni. Ugye még körülbelül 7-8 köre van. Viszont, nem tudom, mert Szombati Péter... nagyjából egy erőben vannak Szombatival. Talán Pécsvári nagyon picit gyorsabb náluk. Én nézzük csak meg az időket, hogy is állunk. Elekes 1.36.572-vel, Szombati 1.36.696-tal, és Pécsvári, mint ahogy mondtam is, Pécsvári picivel gyorsabb 1.36.148-al. Ugye elől a három fehér. Három mindenszony. Fehér autó. Őt követi piroska, tehát két piros autó. Cséplő Máté, aki 1.36.566-ot ment. Illetve kis Barnabás, aki most elég, hogy is mondjam, hogy ne legyen sértő, szart kört ment. 1.38.178, de meg is várjuk, hogy átmenjen a cél egyenesen. És 1.37.451, hát ez is elég síralmas volt. Igen, Cséplő meg nagyon, hát nem tudom, mi történik. Nos, itt hátul pedig van egy aranyszínű autót láthatunk zöld zsengébe töltve. Elől Csík Attila 1.46.61-el. Őt követi Jaksi Gyula, jött a követte, mert már megelőzte, 1.37.697-tel. Jöjjünk vissza megint, de még nem mondom el a 7-8. Mindjárt kiderül. Egyenlő úgy néz ki, hogy Sulák megelőzte Csík Attilát. Most Sanyikánk a 7. helyen van. Ja igen. Igen. Tehát Sulák Sándor, ő a Sanyi. Az előző módon ugye akkor került be, és akkor elneveztem. Hát elneveztem, konkrét zártam, mert nem tudtam, sose átállna a nyelvem rá, és akkor elneveztem Sanyinak. Na hát Sanyi elment Druszán mellett, ott hagyta, mint Szent Pál az oláhokat. Ezúttal is üdvözlöm a bukarestiaket. Sziasztok! Na hát akkor térjünk ide vissza. Egy erdélyi nagy menőt láthatunk az első helyen. Elekes Csabát. Hát Csabáról azt kell tudni, hogy itt lakik nem messze tőlem. Hát idézőjelben nem messze tőlem, szóval. Jó pár 10 kilométerre. Őt követi közvetlen Szombati Péter. Ő nem tudom, hol lakik. Ne is kérdezik. És Pécsvári Lászlót se tudjuk, hogy hol lakik, viszont ő pedig a harmadik, második helyen van. Most van a dob lefele. És meg tudta előzni Szombati Petit. Szombati Petit, jó van.
Tehát, ha elekes hibázott kis Odorowski. Én. És azért az azért látható volt, hogy az autó nem teljesen mind a négy kereket használja. Ez azért van, mert a pálya meg van döntve. Jó, nem, de valamit kellett mondani rá. Spórol a gumikkal, mindig egy-egy gumit feljebb emel, és akkor csak három gumi tapad, ugye, mivel ez csak 500 köbcentis motor van az autókban elméletileg, ezért ugye, hogyha csak három kerék tapadását kell legyőzze, ugye az 500 köbcenti, akkor gyorsabban tud menni. Mondjuk megnézni, mondjuk az igazság az, hogy az előző futamon láthattuk, illetve a Leiringen láthattuk Lőrinc Gábort, amint megpróbálta ugye két kerékkel, hogy ugye kisebb legyen a tapadás, nem jött neki össze, majdnem felborult, úgyhogy még mindig ez a három kerék betapad a földre, ez még mindig hatékonyabb, mint a két keréken oldalra állunk. Mert hát ez nem bicikli vagy motorkerékpár, ennek kell a három kerék minimum. Na jó, miután elhangzott ez a sok rengeteg iszonyú nagy badarsága szájamból. És akkor nézzük át, hogy hogy is állunk a hetedik körben. Vagy inkább maradjunk még itten egy nagyon picit. Na nagyon úgy néz ki, hogy Elekes el fogja veszíteni az első helyét, mivel Pécsvári Lajszlónk. Ő próbálkozik folyamatosan az előzéssel. És Páholyból nézheti ezt végig Szombati Péterünk. És Pécsvári Lajszló, ő nem összekeverendő a Vitéz Lajszlóval, aki a nagy mamucikám palacsintasütőjével piff-puff dirdúrozta az ördögöket. Ez csak onnan jutott eszem, hogy a Facebookon az este láttam Vitéz Lajszlót, és na most Vitéz Lajszlót megpróbálja megelőzni Elekes emberkénket. Tehát nem sikerült. Tehát ugye Facebookon láttam a Vitéz Lajszlót, és nagyba püfölte a nagy palacsinta sütővel az ördögöket. Majd aztán jött a havere és elosztották. Egy csúnya neked, egy csúnya neked, egy szép nekem. Nem, fordítva. Mindegy, lényeg a lényeg, hogy úgy elosztott a Vitéz Lajszló a haverivel az ördököket, ugye el kellett szállítsák, hogy közben... Nem, most se tudta megelőzni. Hogy közben Vitéz Lajszlónak egy sem maradt, és a haver elvitte az összeset. Pont úgy, mint ahogy most itt is, Vitéz Lajszlónk elhúzott Elekes mellett, és megelőzte. És Szombati Péterünk az töretlenül a harmadik helyen. Ő azt mondja, nekem elég a dobogó, majd ők kiütik egymást, azt majd első leszek. Hát vagy nem. De ha nem, akkor harmadik hely is jó. Na. Közben úgy néz ki, hogy itt a srácok X0-t játszottak, mert ugye letakarták a három autónak a három lámpáját. Azt meg kéne nézem, hogy igen, ez nullás, ez is nullás, és ez is nullás. Tehát három nullás autónk van, és sárga,
Hopp, és a Michelin Gumi láthattuk, ahogy megállt az első Mulánnál. Elekes Csaba, igen, Elekes és Pécsvári egyforma autóban van. Szombati Péternél már pirosa. Hopp, és itt megint blokkolt, tehát Balázs dal hátsó. Nézzük ezeket a gumi blokkolásokat. Ó, és Martina, Jézusom, Atya Úristen, ennyire nem ért le. Hát ennyire nem ért le. Hopp, és itt egy előzés, Gyula. Gyula megelőzte kis Barnabást. Gyula nyomja neki, mint pokol. Vagy mit állok? Ajaj. Barnabás meg fogja előzni. Hát vagy nem. De az biztos. Na, viszont a 9. körben vagyunk. Nézzünk hátrébb, Sulák. Csík Attila kiesett, nem bírta Feszkót. Vagy elment az internet, vagy kisodoródott, nem tudom minek tud itten megkiütközni, de esetleg talán. Nos, hát akkor egy rövid jelentés, 9. kör, Pécsvári László, Vitéz László az első helyen, őt követi Elekes Csaba, az erdélyi gyerek, majd Szombati Péter a harmadik, Cséplő Máté a negyedik, Jaksi Gyula, aki nem hagyja magát, és itt van a drága barátunk, kis Barnabás, aki most per pillanat lesodródott, és úgy gondolta, hogy úgy jön vissza, hogy homokról a pályára. De hát ez nem az a pálya, ami kis Barnabás pályája. Gondolom nem sokat gyakorolhatott. Folyamatos sodródik kifele, és ez neki nem jót jelent. Na, Sulák Sándor a 7., és mint mondtam, Csík kiesett. Durszám kiesett. Szomorú vagyok. Nincs Attila a pályán. És most azt nem tudom, hogy ez is 11 körös lesz, vagy nem. Hát most mindjárt kiderül, hogy átmegy a lap föld 11 körbe, vagy nem. És akkor a végeredménye nem más, mint Pécsvári László, Elekes Csaba, és harmadik helyen Szombati Péter. Gratulálunk nekik, dobogósoknak. Majd Csépi Máté a negyedik. Jaksi Gyula be tudta hozni az autót az 5. helyre. Kis Barnabás a 6. Szépen vonszolja be azt a piros autót. Így is van. Majd őt követi Sulák Sándor. És az egyetlen kiesett emberként ő Csík Attila. Pécsvári Laci, köszönjük szépen, hogy egy fergeteges futamot tudtál biztosítani nekünk. Úgyhogy gratulálok mindenkinek. Ez volt a Laguna Seca második futamja. Hát szombaton lesz a következő futam, ami mindjárt elmondom, csak nézem meg. Azt mondja, hogy nem itt fogom megtalálni. Csak a versenynaptárban fogom megtalálni. És akkor az azt mondja, hogy most Laguna Secán voltunk,
és Wanneroo. 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 Február 23-án. Na és akkor nézzünk egy kis ismeretterjesztő filmet, mondjuk úgy. Tehát ugye az A1 ringen ugye pól időmérő Kis Barnabás, fordított pól Szulák Sándor, futamgyőztes Kis Barnabás az első futamba, második futamba ugyancsak Kis Barnabás. Leguna Szekán ugyancsak pól időmérő Kis Barnabás, majd fordított pól Elekes Csaba, és futamgyőztes Pécsvári László, tehát teljesen más, ugye Pécsvári László az első futamnál, második futamnál, mit gondoltok, kicsoda? Nem Kis Barnabás, hanem úgy szintén Pécsvári László. És akkor szombaton a srácok Wanneroo-ba utaznak el. Hallányra fingom sincs, hogy milyen pálya az. És akkor most következik a pont verseny, punta alas, mert hogy ponty. Na és pont emiatt, mert hogy ugye sikerült Pécsvárinak nyerni két futamot, ugye a Laguna Szekát, ő kap 20 pontot. Kis Barnabás 9 pontot, Szombati Péter 12 pontot, Cséplő Máté 9 pont, Elekes Csaba 11, Jaksi 12, ezúttal Csoma Marcel, igen, ő nem volt, tehát 0 pont, Csík Attila 2 és Sulák Sándor 4. De azt hiszem Sulák Sándor... Igen, az első futamot befejezte. És akkor a pontállás konkrétan, a VB cím, az úgy áll, hogy Pécsvári, ő 30 ponttal vezet, amit az A1 ringnél mondtam, csak most esett le, hogy most ez hogy is van. Tehát Pécsvári 30 ponttal vezet, őt követi Kis Barnabás 29 ponttal, Szombati Péter harmadik helyen 25 ponttal, Cséplő Máté negyedik helyen 22 ponttal, Elekes Csaba az ötödik 20 ponttal, Jaksi Gyula a hatodik 17 ponttal, Csoma Marcel hetedik 5 ponttal, úgy szintén zenész Csík Attila 5 ponttal, ő már a 8., és Sulák Sándor 4 ponttal a 9. Na hát akkor ez volt ugye a VB állás, akkor nézzük, hogy hogy is állunk itt a csapattal. Azt mondja, hogy a Logitech Racing Team 500 red, mármint piroskáik, Kis Barnabás és Cséplő, ők 51 ponttal vannak az első helyen, mint csapat. Második helyen The Racing Horse Team 500 white, tehát ők a fehér autóval, Pécsvári László és Elekes Csaba, ők 50 ponttal a másodikok. Team 500 alap, Szombati Péter és Lőrinc Gábor, ők a harmadik helyen vannak 25 ponttal. Old Team 500 Gold, ő, Jaksi Gyula, és ő egyedül negyedik helyen 17 ponttal. Az ötödik helyen Mini Hulk Racing Team 500, zöld autóval, Sulák Sándor Sanyi és Drusám Csík Attila, ők 9 ponttal vannak. Hatodik helyen Csillám Póni Team 500, pink, rózsaszín autó,
Ő azt mondja, hogy Horváth Szabolcs és Csoma Marcell vannak a csapatban, és ők 5 ponttal. 5 pontjuk van. Na hát akkor nagyjából ennyi volt a mai futam. Ne felejtjétek, ha szeretnétek jelentkezni, akkor majd a linkbe be fogom tenni a csoportot, az ESL csoportját, és akkor ottan szépen tudtok jelentkezni, illetve most persze nem is tudom, Elekes Csaba és Pécsvárit megkereshetitek Facebookon. Úgyhogy ennyi volt mára. Ha tetszett, akkor nyomjatok egy lájkot, ha nem vagytok feliratkozva, akkor iratkozzatok fel. És ha ne agyisten nem tetszett, a dislike is egy opció. Igaz, nem nagyon örülök neki, de hát véleményetek ez, akkor ez van. De inkább like legyen. Köszönöm szépen a figyelmet. Sziasztok!